leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and a many fall by the side. But Papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road. Oh yeah, I went on down the road. Well, the moon looked exhausted, like something you should pity. I spent an age spotted above the sizzling wires of the city. But it reminded me of her face and her bleached and hungry eyes. Her hair was like a curtain, falling open with the laughter and closing with the lies. And the ghost of her still lingers on, though she's passed through me and is gone. Well, the slum dogs, they are barking, the rain children on the streets, and the tears that we will weep today will all be washed away. By the tears that we will weep, we'll weep again tomorrow. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and a many fall by the side. Na, hogy tetszett a rendezvény, Bajcs? Még mindig jó, mint volt. Hogy jobb, mint volt? Javul? Folyamatosan javul. Van valami növekedő kell? Tendenciákat mutat. Élvezeti szinten? Is. Ha, és még? Hát mégis. Maga hülye. Azért vettem, hogy ezzel tudjuk. Jó, egy üdvözlet megfáradt fiatalat. Na, milyen volt a kép? Nem hallottam. Nagyon milyen jó volt. Hogy tetszett az itt? Hát nagyon nekem... jó volt, nagyon tetszett minden, nagyon jó volt. A társaság is, másokkal is, nagyon jól lesz a barátkozunk meg minden. Akkor ezek levillogálni kapcsolatok is? Igen. Fesztiválokról is, ahol találkoztunk, most is. És jobban kötöttünk barátságukat, meg itt most beszélgettünk. Itt most voltunk először, és egy pozitív élmény volt. Kicsit bővebben, Derecskéről mi van? Derecskéről? Hát egy szép kis falu, városka. Aranyosok az emberek, segítőkészek voltak. Ti melyik csapatnál? Mondjuk. Sárosban. Akkor ti egy kicsit hogy is mondjam, a zsűrinek jobban szem előtt voltatok, ha jól értettem a zsűri elnökünket, akkor azt mondta, hogy ő is Patapi. Hát ez csak később derült ki számunkra is. Hogy sikerült az előadás egyébként? Hogy ilyetek mi volt? Miénk volt a Mixed Kálmának, az a Fekete Folt című növárájának a színház adaptációja. Hát... egy-két bakival ugyan, de szerintem elég pozitívan sikerült, szóval sokan mondták meg, azért szerintem is, hogy eddigi... Úgy most volt igazán a darab számunkra, meg úgy mindenki a szereplők számára. Most tudjuk igazán beleélni magunkat a szereplünkbe. Közönség jól vette? Szerintem elég jól vették, igen. Esetleg titkos remények vannak a díjátadóval kapcsolatban? Valakinek valami? A remény hallom utoljára. Kicsi. Köszönöm szépen, több szép élményt, és gyertek vissza minél előbb. Rendben, köszönöm szépen. Énekeltél az előbb, ugye? Ő énekel. Nem, énekel. A hölgy énekelt, hogy előre ment el. Hát énekeltek. De egyet tudtok ezzel érteni, hogy ez egy jó hangulatú kép? Igen. Zsővebben egy kicsit? Nagyon. Nagyon jó. Igen, nagyon. Ki lehet emelni valamit? Nagyon sok színűek voltak az előadások. Igen, meg a színész vetélkedő is nagyon jó volt. Ti honnét érkeztek? Miskolcra. És nyilvánvalóan egy kisváros Derecske, főleg Miskolchoz képest. De szereztetek valami benyomást a Derecskére? Nagyon kellemes hangulatú város, nekünk barátságos emberekkel. Köszönöm. Jöttek vissza mindig. Hogy tetszettek a fiatalok? Mennyit sikerült megnézni az előadásokból? Majdnem mindet. De azt hiszem a fesztivál meglepően teljesítette a célját. Számomra legalábbis az az értékelés mindenképpen pozitívum, a folytatáshoz óriási lendületet ad, úgyhogy büszke vagyok a stábra, a gyerekekre, a zsűrűre, mindenkire.
de a város is büszke lehet, hogy érdeklődés is mutatkozik a fiatalok produkció iránt, ha jól látom. Hogyne, és meglepetés volt számomra, hogy tegnap este, olyan délután 4-kor, hogy a műszak vége volt az embereknek, a városból is sok fiatal bejött nézőnek. És ez nagyon tetszett. Nem? Kezd működni a dolog. Sikeres folytatást. Köszönjük. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. Látszik rajtatok kicsit a két nap, de ez pozitív. Úgy is érzitek magatokat? Hát igen. Ez már jól kellett. Hát nagyon jól éreztük magunkat elsősorban. Kicsit fáradtak vagyunk, de nagyon jó előadások voltak, és nagyon örülünk, hogy itt lehettünk. Mi Szilágy Krasznáról, Romániából, Erdélyből. Először voltatok először? Most voltunk, igen, először. Benyomások? Jaj, nagyon jó, vagy szeretnénk még visszajönni majd két év múlva is, mikor még ott rendezik. Igen, sajnos én már nem fogok, mert én kinőttem belőle, de talán még egyszer lesz rá lehetőségem. És ilyenkor, amikor az ember turkolos lesz, úgymond, ilyenkor vannak tervei azért a jövőre, és talán, hogy folytatja a szépen? Hát igazából én nem, de követni fogom, hogy a csapatnak a teljesítményét. Van külön jelentés ennek a két gyönyörű aranycsíknak, vagy egyszerűen csak szép? Hát egyszerűen csak szép. Köszönöm. Nektek mik a benyomásaitok? Akár a rendezvényről, akár a városról? Nekem nagyon-nagyon tetszik az egész rendezvény. A darabok is nagyon jók voltak, és a szervezés is nagyon jó volt. A ti darabotok mi volt? A semmi. Jó helyen. És jól sikerült helyezni? Szerintünk igen. Én úgy érzem, hogy beleadtam, amit tudtam. A közönség jó reagált? Kevesen voltak. Sajnos kevesen voltak, amit nagyon sajnálunk. De jól reagálták le. De volt, ahol kattak. Kaptunk tapsot is közben. Most volt az időpont, vagy hogy? Mert viszonylag sok. A másodikok volt. És még lehet korán volt egyeseknek. Jaj. De örülünk, hogy itt lehetünk, és nagyon jó volt itt. Igen. Köszönöm szépen, sikeres. Mi is köszönjük. Köszönjük. Ilyen vagyok. A pár szóval kéne összefoglalni a két napot. Mi lenne az a pár szó? Nagyon jól éreztük magunkat, legközelebb is jövünk. Kibontva egy kicsit, mi adja ennek a jó érzés maradványa? Csapat, a jó műsorok, a jó előadás, a jó hangulat. Van itt éreztetek? Miskolcra. És melyik előadás? A miskolci gézengúzók, az idegen szerelem. Hogy sikerült? Reméljük, hogy nagyon jól. Majd a zsűri eldönti, hogy... Hát én úgy érzem, hogy jól sikerült. Jól sikerült, reméljük. Amit ki tudtunk hozni belőle, kihoztunk. Helyes, más jelzőt, hogy jót kívül tudsz mondani a darabot? Hát, hogy nagyon jó. Köszönöm szépen, Delecske! Imádunk, Delecske! Így igaz. Két év múlva találkozunk. Reagadsz ebbe a folyamatban? A tanárnő vette, hogy olyan... Talán vásárolt egy könyvet. A következő darabunk szövegkönyve. Valójában ebből szeretnénk a következő az a jó benne, hogy interaktív. Tehát van ez az óra, van egy ilyen kis jelkő, és különböző idősíkok kerülnek vegyítésbe benne, és ezért nagyon-nagyon érdekes. Nagyon drágák, mert is tudjátok, hogy az egyébként pont ma éjszaka aktuális legalábbis. És tényleg. Azt a... Köszönjük szépen az emlékezetet. Köszönjük az emlékezetet. Ikletet kapott a könyvnek a látvány, jól értem? De ez, jó. Hát szerintem a könyvvásárlás ebben volt, benne volt a levegőben, de azt szeretném megkérdezni, hogy milyen volt a két nap, mik a benyomásod? Ezt most egészen pontosan tőlem? Egészen pontosan igen. Olyan, ezért nagyon elfáradtunk, de nagyon sok pozitív élményben volt részünk, és ami nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy a zsűri olyan társaság, akik azt nézik, hogy minden egyes csapatot hogyan lehet tovább mozdítani azon az úton, amin elindultak. Meg hát ezek a fények, meg a kiszolgálás, meg a kisegítő személyzet, hogy micsoda állványfabrikát adtak, mint 10 perc alatt. Lenyűgöző. Nagyon-nagyon szeretnénk itt lenni. Tehát mi két előadással jöttünk Nagyváradról. Az egyiket a két srác rendezte, akik itt ülnek mellettem, és az új szövegkönyvben dolgoztak az imént. És ez egy általában nagyon szeretett előadás, különben a másik pedig a
a csapat többi tagjával együtt készítettük el az Amarilla film. Félálmaink az övék, a miénk pedig a Hol vagy Amarilla. Hát mi úgy érezzük, hogy hatalmas druk, de szerintem mondják. Igen, eddig többször is előadtuk ezt az előadást, de talán most került a legjobban. Igen. Úgy érezzük, hogy most jött össze a legjobban, most hangolódtunk össze a legjobban. Mindenképp megérte eljönni fesztiválra. Rengeteg tapasztalatot szerezzünk. De mindenképpen ez volt a legjobb teljesítményünk közösen, tehát nem biztos a verseny is motivált minket, de valahogy most sikerült a leginkább. Hálásak a zsűriért, a véleményükért, a... Tehát abszolút nyitottak volt. Tanácsokért. És megtartjuk az emléket. Abszolút. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Na a másik. Mert anyád nyelvét bízták rád a századok.
és azt meg kell védened. Hallgass rád! Egy láthatatlan lángolás szeretné meg én a világot, s benned az lobog, mert néked is van lángod. Szent a nyelv, s több kincsen nincs neked. Oly csodás nyelv a magyar, révület fog el, ha rá gondolok is. Ne hagyd hát, hogy elmerüljön, visszasüllyedjen a ködbe, melyből származott e nemes szép alakzat. Rossz idők futottak el feletted, megbontott a téli gond, és romlásodat hozta, megtapottak, megbolygatták hitedet, az eszed megzavarták, szavak áradatával ellepték. Áradás szennyével borították be kertjeid, vadvízi szörnyek ették virágaid. Majd a vadburjánzás mindent ellepett utána. Oly termés volt ez a térségeken emberek, hogy üszökké vált minden, aminek sudárrá kell leszöknie. De légy türelmes, szólok hozzád, bent a Libanon ős célusát, e 3000 éves szüzet, ráhivatkozom, mert onnan vándoroltam egykor erre. Tekintsd őt, türelmes pártájával hajdalgó a szélben, nem jajó, de bölcsen hallgat, s vár, amíg a negyedik nagy évezredben kibolthatja gyümölcsét a nagy világ elé. Stán ez a sorsod itt, ki fénnyel sötétséget osztat, holtat ej, s élőt emel. Korulátodra majdan rátekint, halld meg szavam, én profétáktól származom. Sári József szavalatát hallhatták, Derecske és színész, köszönjük szépen! És nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket, önöket, kedves vendégeink, a 6. Kócsi Patkó János minősítő diákszínjátszó fesztivál záró díjkiosztó ünnepségén. Szeretném külön köszönteni városunk polgármesterét, Bakó István urat, és egyben felkérni, hogy köszöntse a vendégeinket itt a díjkiosztó gálán. Megkérem, fáradjon fel! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt nagy-nagy szeretettel köszönöm meg a zsűrinek, hogy elfogadta a felkérést, a résztvevőknek, hogy elfogadták a meghívásunkat, és részt vettek ezen a 6. fesztiválunkon. Talán volt, aki elgondolkozott azon, hogy mi vezethet egy kisvárost itt a Kárpát-medence közepett táján arra, hogy időről időre diákszínjátszó fesztivált szervez. Hiszen valljuk be, ez nem egy hatalmas profittal kecsegtető vállalkozásnak tűnik. Néhány kis apró titkot igyekszem eloszlatni. Az egyik, amiért azt gondoljuk, hogy ez fontos nekünk, mert Derecske egy fiatalos, lendületes, kreatív, élhető kisváros, vagy legalábbis szeretnénk, hogy minél inkább azzá váljon. Ebbe pedig azt gondolom, hogy bele kell tartozzon az is, hogy nem csak az itt élők érzik itt jól magukat, adnak nem csak az anyagi javakra, hanem a lelki-szellemi gyarapodásukra is, hanem a bennünket valamilyen módon megismerőkben is talán egy kicsit ilyen képzetet igyekszünk Derecskéhez társítani, hogyha valaki átutazik mondjuk Derecskén, és már volt ezen a találkozón, akkor bízunk benne, hogy hát egy mosoly jelenik meg az arcán. Az már bevallom egy kicsit alantasabb szándék, hogyha a jelenlévők közül valaki majd Oscar-díjjal a zsebében, vagy a nemzeti színészeként kap egy meghívó Derecskéről, hát akkor az nem tudja félre, hogy ugyan már Derecske, hanem akár itt még egyszer fölép a mi színpadunkon. Legalább ilyen fontos, azt gondolom,
az okok között az, hogy városunkban van egy erős mag, akik a színházi életet, a színházi jelenlétet, a színpadot nagyon-nagyon fontos szegmensének tekintik a magyar kultúrának, a magyar művészeteknek, és természetesen ők időről időre hozzák városunkba azokat a lehetőségeket, amivel aztán igyekszünk is élni. Ezért a rövid köszöntöm végezetén én a résztvevőkön kívül szeretném megköszönni a szervezőknek. A szervezők nevében első számban Nádházi Tálas Csillának az idei rendezvényt. Köszönöm, de nem rólunk, hanem rólatok szólt ez a mai nap, és nekünk ez a büszkeség is, köszönet nektek, hogy elfogadtátok a meghívást, és megajándékoztatok bennünket a színvonalasabbnál színvonalasabb előadásaitokkal. Nekünk az az öröm itt szervezőknek, amikor érkezik 2 év után egy csoport, és azt mondják, hogy hazajöttek. Ezt volt jó hallani, úgyhogy köszönjük szépen, bízunk benne, és azért dolgozunk, hogy ez így is legyen 2 évente. Köszönjük nektek! A fesztiválnak a minőségét és a nívóját természetesen ennek a garanciája a szakmai zsűri. Elég kemény 2 napon voltak túl. Nagyon sokat dolgoztak, hiszen végignézték az előadásokat, és amellett, hogy áttélték, értékelték, most is itt vannak, hogy rövid szakmai tanácsokkal ellássák a csoportvezetőket, illetve a csoportokat. Köszönjük a 2 napi munkát. Polgármester úr nevében egy szerény ajándékot szeretnénk átadni. Először szólítom a színpadra a zsűri elnökét, dr. Pincés István, Jászai díjas rendező. Köszönjük szépen! Szépen Regős Jánosnak, a Magyar Színjátékos Szövetség elnökségi tagjának, színész rendezőnek köszönjük, hogy első alkalommal. István, ezután maradjatok el, köszönjük szépen. És szintén első alkalommal volt nálunk, és reméljük nem utolsó alkalommal, Csáki Szabolcs, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségi tagja, színész rendező, társulatvezető. Bízunk abban, hogy Pintés Istvánhoz hasonlóan rendszeresen résztvevői lesznek a rendezvénynek. Köszönjük. És most szeretném megkérni a zsűri tagjait, hogy röviden értékeljék az elmúlt 2 nap előadásait itt, amelyiknél akarjátok. Kedves mindnyájan! Nem szeretnék hosszan beszélni, mert a zsűri értékelésen tegnap is és ma is, és még ezután, akik kimaradtak, nagyon részletesen és pontosan megpróbáltuk elmondani a zsűri 2 másik tagjával együtt, hogy milyen értékeket véltünk felfedezni a produkcióban, illetve, hogy hol látjuk kívülről szakmai szemmel azokat a pontokat, ahol még gyakorlás, próbát, vagy belenyúlást, szöveganyagváltozást javaslunk a produkciók számára, abból a célból, hogy még ennél is jobb előadásokkal örvendeztessék meg a közönséget. Visszanézve a teljes programot, és egy picit összehasonlítva az előző 5 fesztivál programmal. Azt látjuk, hogy egyrészt létszámában ez volt a leggazdagabb merítés. 17 produkciót kellett végignézni, és ez most nem azért, mert kötelező volt, hanem a 17 produkció végtelenül színes volt. Megérdemelnek a résztvevők is egy tapsot. Különösen nagy öröm az, hogy a 17 produkció volt 6.
határon túli produkció volt, határon túli csoportot adták elő. És bár országhatáron belül is nagy távolságokról utaztak, sárospatakiak is, ugye talán ők voltak a legtávolabbiak, miskolciak, sárospatakiak, de ha azt nézzük, hogy a székelykeresztúriak, ha jól számolom fejben, körülbelül 400 kilométert utaztak, hogy elérjenek Derecskére, akkor azt hiszem, hogy ők külön megérdemelnek egy tapsot, mint a legtávolabb érdekében. De nem csak szám szerint volt gazdag, létszámában a produkciók és a résztvevő csoportok számát illetően volt gazdag a fesztivál, hanem a választott produkciók tartalma és stiláris formai megvalósítása tekintetében is. Láttunk hagyományosabb formájú, formátumú színházat, láttunk regényből vagy novellából, mint irodalmi alapanyagból adaptált színpadra adaptált színműveket, láttunk olyan szerkesztett műsort, ami hagyományosan versből indult ki, amiről azt gondoltuk, hogy ez 5-10-15-20 évvel ezelőtt már kezdett kimenni a divatból, és most újra divatba hozták, úgyhogy szenírozva szituációba helyezve, kvázi színészként eljátszva a versek tartalmát, hoztak egy gyönyörű szép zenés, verses színházi produkciót, vagy volt, aki a tánc oldaláról közelítette meg, kísérletezett azzal, hogy hogyan lehet a néptáncot másritmikájú zenével egyeztetve, ötvözve, prózai jelenetekkel elegyítve, újszerű színpadi formában színre vinni. Voltak, akik a népi komédia felől, voltak, akik klasszikus tragédiákból indulva választották ki a maguk anyagát. Igazán nagyon gazdag volt a produkció stiláris tartalmi összetétel. A zsűri elsősorban természetesen azokat a produkciókat értékelte pozitívabban, amik olyan problémákat vetettek föl, amik korosztályosak, tehát amik valahogyan a diákok önkifejezését szolgálták. Ha nem is direkt módon, mert ha direkt módon, akkor az nem is színház, hanem áttételesen az ének, a szó, a tánc, a zene, a művészet, a színház áttételes emelt nyelvén. És akkor most a köszönet szavai. Köszönjük szépen polgármester úrnak, hogy ilyen hathatós támogatással segíti évről évre a Kócsi Patkó János minősítő színházi fesztivál megrendezését, hogy biztosítani tudja a föltételeket, és hogy egyre szélesebb körben ismerik meg Derecske nevét, és hogy bekapcsolódott az országos diákszínjátszó fesztiválok áramkörébe. Egy tapsot polgármester. A zsűri nevében a következő köszönet Nátházi Tálas Csillát és a stábot illeti, akik őt közvetlenül segítették abban, hogy ez a fesztivál pontosan, precízen elő legyen készítve és le legyen bonyolítva, mondom ezt csúnya magyarsággal, hiszen egy több hónapos előkészítő munka után egy olyan precíz, szinte persze pontos programot tudtak lebonyolítani, ahol egy-két perc csúszás, ami elsősorban a zsűri hibája volt, hiszen még az előző produkciót értékelte gyakran, de ami fesztiválokon, nemzetközi fesztiválokon pedig szinte mindig gyakori, hogy több órás késéssel kerülnek sorra a produkciók, itt erről szó nem volt. Úgyhogy egy nagyon nagy fúsvéti tapsot. Tehát pontosan azokat, akiknek a színjátszókon, akik a deszkákon szerepeltek, mögött, fölött, előtt, óriási szerepük volt abban, hogy láthatók legyenek, hogy színesek legyenek a fények, ha kellenek, hogy fölülről világ billogjanak, vagy oldalról, vagy hogy a mikrofont visszhangosítva
vagy anélkül, és hogy melyik mikrofont, és hogy mekkora hangerővel kell bekapcsolni, és hogy a zene mikor szólaljon meg, és mikor halkuljon el, és hogy a díszletelemek a helyükön legyenek, magyarul a kellékeseket, díszítőket, hangosítókat, világosítókat. Zsűritartásaimat is köszönetet mondok, mert hihetetlen tehetséggel, hozzáértéssel vitatkozok ebben az összeveszés határáig. Tegnap este is majdnem 10 óráig próbáltuk magunkat úgy üzembe helyezni, hogy igazságosak legyünk. Előre bocsájtom, hogy valószínűleg igazságtalanok lesznek az ítéletek. Azok, akik úgy gondolják, hogy nem azt a minősítést, nem azt a helyezést, nem azt az eredményt kapták, amit ők vártak, valószínűleg igazságtalannak fogjátok majd tartani az ítéleteket. De hadd mondjam el, hogy ez nem verseny volt. Nem olyan, mint az olimpia, hogy van egy első, egy második, egy harmadik, meg aranyérem, ezüst, bronz. Jó lehet, formálisan valóban lesznek díjak, hiszen az elismerést tájszerűen is szerettük volna mi is, és a rendezőszerv is objektíválni. Mindenki magával versenyez, hogyha egyáltalán ez verseny. Mindenki tudja, hogy a produkció önmagához képest, a színjátszó önmagához képest jól érezte magát, kiadta magából azt, ami benne volt, ami a próbákon összerakódott, sikerült-e úgy megvalósítani. Ki hozta el belőle ez a nagyon jó közönség, akik most már hatodik alkalommal jönnek be, és most már várják, hogy mikor lesz a következő fesztivál, mert olyan élményt kapnak, olyan széles spektrumára látnak rá a diákszínjátszó mozgalomnak, amire egyébként nem. 17 fesztivál produkciót mikor lát egyszerre két napon keresztül egy magyar városka közönsége? Soha. A másik, amit szeretnék mondani, hogy a minősítéseket azért fogjátok majd esetleg igazságtalannak tartani, mert hogy mindenki önmagához mérve úgy gondolja, hogy mi mindent megtettünk, és meg se kaptuk meg az aranyat. Ez pedig azért van, mert maga a rendszer igazságtalan, hiszen végül is az egész fesztivál mezőnyében kell nekünk háromunknak, vagy kellett valahogyan elhelyezni, és egymáshoz is viszonyítani, hogy mik voltak azok a produkciók, amik valóban nagyon kevés, vagy szinte kritika nélkül, vagy jó tanácsok nélkül megérdemlik azt, hogy aranyminősítést kapjanak, illetve, hogyha ők aranyat kapnak, akkor talán igazságtalan lenne egy másik produkciónak is aranyat adni, mert ott sokkal több begyakorlatlanságot, vagy hiányosságot, vagy beszéd, szöveg, mondási, kiejtési, hangsúlyozási, világítási, dramaturgiai, egyéb tanácsot kellett még adnunk. Így aztán az arany, ezüst, bronz minősítés mellett egy negyedik kategória is volt, a minősített kategória, és van egy-két csoport, akik vagy nem kértek, vagy nem kaptak minősítést, mert úgy láttuk, hogy ez a produkció még nem érett be annyira, hogy megérdemelje. A többiekkel szemben lett volna igazságtalan őket minősíteni. A zsűri természetesen a szakmai díjak odaítélésében is döntött, és hát a közönség pedig szavazott a közönségdíj odaítélésének módjáról. És akkor ezzel én lassan be is fejezem, mert most következik az izgalmas rész, és visszaadom a szót az eredmények ismertetésére Tálas Csillának. Köszönjük szépen! És tényleg izgalmas jönnek. Próbálok itt helyezkedni, hiszen akik voltak már a fesztiválunkon, tudják, és ahogy elnök úr elmondta, hogy innen üres kézzel még nem távozott csoport, hiszen a fesztiválok tényleg a baráti találkozó névre is hallgat, és bízunk abban, hogy eljöttök máskor is. A város, köszönjük szépen Derecske város önkormányzatának, a Derecske Városgazdálkodási Kt-nak, illetve a Derecskei Civil Összefogás Egyesületnek, hiszen az ő jóvoltukból, illetve itt megköszönjük még a derecskei vállalkozóknak is, hiszen az ő jóvoltukból minden csoportot ajándékban tudunk részesíteni. Köszönjük szépen ezúton is. És szeretnék most megkérni majd a csoportokat, hogy egy
csoportvezető, egy művészeti vezető, illetve a csoport egy tagja majd fáradjon fel, ahogy szólítjuk, és majd itt szépen félkörben, hogy stílusosan a deszkákon legyen utána kihirdetve az a bizonyos eredmény is, amit a szakmai zsűri meghozott. Először szeretnénk köszönteni, köszönjük, hogy első alkalommal itt voltak, és reméljük nem első alkalommal a tini komédiásokat Krasznáról. Megkérjük Oszmát, kérjük a művészeti vezető, és a csoportban a fáradban, és a illetve a város. Két éve nem jött össze a csoportnak, de most szívből örülünk, hogy itt vannak velünk. Szólítjuk és nagy tapsal köszöntjük a nagyváradi Létra csoportot, Kozma Évát és Sarkadi Viktóriát várjuk a színpadra. Ilyen a csoportot tartják. Ők itt voltak nálunk. Évemlékeik vannak, köszönjük szépen, hogy eljöttek, és vegyék át polgármester úrtól az ajándékot, illetve az emléklapot emlékünk fesztiválunkra. Szintén nem első alkalommal van már itt a Szász Régeni Fantázia csoport, Sükös Leventét várjuk lakásra. Szintén Szász Régenből a Csillagösvény Mozgás Színpad képviseletében Simor Szabolcsot várjuk a színpadra. Köszönjük szépen! Gyakorlatilag a kezdetektől itt van a testvértelepülésünkről, Székelykeresztúrról a Boglárka csoport. Őket is várjuk ide, Zsigmond Ferencről. Köszönjük, hogy itt vagytok a testvértelepülésünk is, és minden évben bemutatjátok előadásaitokat, vegyétek át az ajándékot. És végül, de nem utolsó sorban, Szilácsei barátainkat, a Berekenye Diák Szijjátszó csoportot és Bodea Györgyöt várjuk nagy szeretettel, aki szintén a közöttetől kezdve Gendrogi Lászlót és elhúzzák előadásokat. Köszönöm szépen! A hazai csoportok közül először látogattak el hozzánk a szomszédunkból, a Kabáról, a Lakat színpad. Megkérjük a csoportvezetőt, Kagi Andreát, hogy fáradjon fel, ha még itt van. Először van szintén a fesztiválunkon a Komisza Miskolcról, Izsó Andrát, Miskolc vezetésével. Reméljük, hogy nem utolsó alkalommal voltak a szívből gratuláló előadásokhoz. Várjuk a színpadra Sárospatakról, a Református Kollégium gimnáziumának Szijjátszó csoportjának vezetőjét és gyakorlát, Csákné Győri Beátát, aki szintén első alkalommal új csoport volt, új szint hozott Debrecenből a Dilemma Dráma Színpad. Szél Dániel Márkó és csoport tagjának várjuk a színpadra. A fesztiválon hétvégében van, hiszen az OB volt a két napja, most pedig itt Derecskén a Diák Színjátszó Fesztiválon. Köszönjük! És hát nem véletlenül, de a régi állandó tagjainkat a végére hagytam, biztos vagy benne, hogy nem sértődnek meg. Először is igaz, hogy sajnos el kellett menni, hiszen a szünet, átka, és hogy sajnos sok csoportnak haza kellett menni, mint például a Békés Csabai Félix Színháznak, Steinwender Józseféknek, de egy nagy tapsot így a távolból is megérdemelnek. Ők is már több éve járnak a fesztiválra. A Szól
valaki, aki több éve vannak nálunk, a Gépszínház és az Arancsillagszi Játszóköve csoportvezető Csengeri Gábor itt maradt. Végigélted az előadásokat, és itt voltál velünk. Kezdetektől fogva itt volt nálunk a miskolci gézengúzók, Horváth Péterné és Horváth Péter. Nagy tapsot a csoportnak is megkérjük, hogy szállodjanak a színpadra, alapító, Színjátszó Fesztiváli tagok. Köszönjük szépen! És ismét végül, de nem utolsó sorban, hiszen nagyon kedves barátaink, Debrecenből az Alföld színpad. Nagy tapsot kérünk neki, és Kapás Jóvágyó Csabának, hogy a kerekán menjek. Köszönjük a többiek itt maradt a képviselve a csoportot. És bízok benne, hogy senkit nem felejtettem ki, nagy baki lenne, de szerintem nem követtem el. Úgyhogy valamennyi csoportvezető itt áll készen a színpadon, hogy az ajándékozások egy díjátadó gálára sor kerüljön. Először is egy tegnapi eseményt szeretnék azért bejelenteni, hiszen sokan nem voltak, de szerencsére nagy népszerűségnek örvendett idén is a színészvetélkedő, amelynek eredményeképpen ezt itt szeretném kihirdetni, bár az ajándékot, illetve a kis plakettet megkapták. Idén is a Berekenye Diászijátszó csoport nyerte a szín és vetélkedőnket. Gratulálom nekik! Nagyon erős volt az új csapat, akik először voltak nálunk, a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumának színjátszó csoportja, akik a második helyezést érték el, illetve a harmadik helyen pedig a Komisszak végezte. Gratulálunk neki! És bizonyban én is a játék, jobb volt, mint maga a díjak. És hirdettünk egy versenyt, amit ennek is szeretnénk most itt a helyszínen átadni a díját. Ezt próbáltuk itt a fesztivált népszerűsíteni, egy kicsit megpesdíteni a város életét. Köszönjük nektek! Thank you.
harmadik helyezett lett a flashmob versenyen, és akkor itt majd a kedves csoport megkérem, hogy fáradjunk és vegyél az emléknapot. A flashmob versenyen, a kovisszakértek a harmadik. A főtéri akciójukkal, a Fantázia és a Csillagos Zsoli. Az első helyezett legközkedvelte flashmobbal a Crossfire Tini komédiások. Köszönöm szépen, hogy kialakul egy megtenítés, most jönnek az izgalmas percek, tehát lélegzet visszafújtva. A zsűri először a szakmai díjakat fogja átadni, először megkérem Dr. Pincés István, hiszen a legjobb rendezés díját adja át. A legjobb rendező a 2016 évi DLC játszó fesztiválon. Izsó Angelika. Ösvény mozgásszínpad előadása. Megkérjük, hogy vegy át az oklevelet, illetve a Simon Szabolcs csoportvezető.
külön díjas előadásnak ítélte a szakmai zsűri, amelyet szintén elnökasszony ad át, a Nagyváradi Létra csoport Félálmai című produkciója. De nincs fent a csoportban senkem? Ja, értem, bocsánat. Ó, én kérek elnézést. Akkor mindenképpen gratulálom. Felkérem majd városunk polgármesterét, hogy a hagyományokhoz híve a díjakat, amelyet a szakmai zsűri ítélt meg, adja át. A fesztivál harmadik helyezettje lett Szilárdse Beletegyedi játszósokról, 20 millió vagyunk én című előadása. Gratulálunk a csoportnak, a fesztivál harmadik helyezettjének. Vegyék át a díjat. A fesztivál második díjas előadása a debreceni Dilemma Dráma Színpad, megkérjük képviselőjét, Szél Márk Dániel, fáradjon ki az Epoch című előadásért, vegye át az oklevelet. Szívből gratulálunk. És a 2016 évi Kócsi Patkó János minősítő diák színjátszó fesztivál nagy díját, Derecskeváros nagy díját. A Nagyváradi Létra csoport nyert, akiknek szívből gratulálunk. A Hol vagy Amarilla című előadással megkérjük az előadás rendezőjét, hogy fáradjon ki. Igen, utolsónak megszólalni, mint ha már díjakat átadták, nem túl szerencsés, de azért szerintem ezeket a díjakat is várjátok, hiszen ez a fesztivál úgynevezett minősítő fesztivál. A minősítésekről csak annyit, hogy ezt elődöm, az azóta sajnos már eltávozott Nagy András László vezette be a szövetségbe, és tulajdonképpen négy kategória létezik. Az egyik a úgynevezett minősített előadás, ami azt jelenti, hogy két szakember egy bizonyos fesztiválon értékelte az előadást, utána jön a bronz fokozat, aztán az ezüst és az arany. Hát ezen a fesztiválon mind a négy minősítésre volt példa, és ezeket most átadnám azzal, hogy nyilván tudjátok, hogy a minősítés feltétele az, hogy tag legyen az illető, tehát Magyar Színjátékos Szövetség tagja legyen, hogy be legyen fizetve a tagdíj. Azt most nem részletezem, hogy kinek mennyi és miért. És ezzel már jó alapot nyer az illető csoport, hogy az a produkciója minősüljön. Még egy információt azért szeretnék bejelenteni, hogy szövetségünknek lesz június 4-én és 5-én a Müsziben, ez a művelődési szint, ami a Korvinár Ruház tetején található, a Blaha Lujza téren, Magyar Művek Szemléje. Erre még lehet jelentkezni, nevezni április 15-éig. Az információkat megtalálhatjátok a jatékos.org nevezetű honlapunkon. Tehát akkor már is kezdem sorolni, hogy kik és milyen minősítő oklevelet vehetnek át. Tehát minősített előadást, előadás oklevelet tudok átnyújtani a Miskolci Gézengúzoknak az Idegen Szerelem című előadásukért. Ez azt jelenti, hogy még sok minden munka van az előadáson,
ez a minősítés. Ugyancsak minősítési oklevelet tudok átnyújtani a Székelykeresztúri Boglárka színpadnak. A zöldre van a... A megbeszélésre majd még a diátadó után kerül sor, mert ugye ez ma volt. Bronz oklevelet a Békés Csabai Féling Színház, akiknek a vezető már nincs itt, de valakik vannak itt a társulatból. Lopótök, avagy a Mari nem olyan című előadás. Nincsenek itt. Ugyancsak bronz oklevelet tudok átnyújtani a Szolnoki Arancsillag színjátszókörnek az Antonius és Kleopátra című előadásnak. Ez egyébként a bíztatások levele, ez a bronz, tehát hogy sok-sok erénye van az előadásnak, de szintén még érdemes dolgozni rajta. Bronz oklevelet a Krasznai Tini komédiásoknak. És akkor Csabát hívom még egyszer a Szolnoki Gépszínház Julius Cézár előadásához. Hogy Gábor! Ugyancsak bronzoklevelet a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának színjátszóköre, az a fekete kor. Bronzoklevelet nyert a Szászrégeni Fantázia csoport Hófehérke és a Héttörpe című előadása. Csillagösvény mozgásszínpad, szintén ezüst oklevelet nyert az Ördögbál új hatalom című. Ezüst minősítést kapott a Szilágyi Berekenye diák színjátszó csoport, Füstmilán, vagy bocsánat, Pák Géza. És akkor jönnek az aranyak. Debreceni Dilemma Dráma Színpad, Epoch című előadása arany minősítést nyert. És hát ki lehet még számítani, a Miskolci Komiszak nyert arany minősítést a Lelkedbe Bújva című előadása. Aranyoklevél a Nagyváradi Létra csoport Félálmaink című előadásának. És hát a másik előadásuk is aranyminősítés sület természetesen, a Hol vagy Amarilla című előadás. És köszönöm mindenkinek ezt a nagyon jó hangulatú fesztivált, a tökéletes szervezés, a sok-sok izgalmas előadást, és ezt a sok új ismerős barátot, akik megismerhetnek itt köztetek. Köszönjük, Csilla! Köszönjük, és mielőtt elbúcsúznák, illetve Pincés István még tartogat egy meglepetést. Azelőtt még mindenképpen az intézményünk nevébe szeretnénk köszönetet mondani, amit már hallottak is az elnök úr, tól. Szeretnénk köszönetet mondani a városunk önkormányzatának, illetve a vállalkozóknak, hiszen anyagi támogatásuk nélkül nem jött volna létre ez a rendezvény. Köszönjük a csoportkísérőknek is, és szerintem a ti nevetekben is, hiszen ők önkéntesen segítették a ti közlekedéseteket is itt a városban. Köszönöm szépen nekik a munkájukat, a tavaszi szünetüket itt töltötték, de biztos vagyok benne, hogy jól érezték magukat.
Illetve én is szeretném megköszönni a stábnak, a hátul lévő embereknek, elsősorban Nagy Istvánnak, hangtechnikusnak, hogy segítette a munkát, valamint Badic Dávidnak, Iklódi Péternek és Porkoláb Ferenc nyugdíjas kollégáinak, egy nagy tapsot ők is elnök, köszönjük szépen! Egyébként pedig a kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani, hiszen amit elmondta István is hetek óta, hónapok óta készültek, hogy zavartalanul működjön ez a mai program. És most átadom Istvánnak még a szót. Köszönjük szépen! Egy kérdéssel szeretném kezdeni. A Debreceni Dilemma csoport produkciójában több részletet hallottunk Beckett Godóra várva című darabjából, és az egyik részletben az egyik szereplő azt kérdezi a másiktól, hogy milyen nap van ma. Nyújtsa fel a kezét az, aki tudja, hogy miért kérdezi ezt Vladimir, ha jól emlékszem, Vladimir Esztragontól, milyen nap van ma, és az a válasz rá, hogy szombat. Így van, ma szombat van. Na de milyen szombat van? És hogy szombat van-e, vagy csütörtök, vagy péntek? És miért kérdezhetik ők ezt ketten, vagy miért érdekli ez őket, hogy milyen nap van ma? Hát elmondom, de nyilván sokan tudják. Azért, mert ez a két figura a Godóra várva egyik értelmezése szerint Krisztus két tanítványa, a 12 szétzavart tanítványból, vagy szétszélet megzavarodott tanítványból, akik miután Krisztust az utolsó vacsora után elfogták a római katonák, majd kereszthalált halt, és harmadnapon föltámadott, de halál előtt azt mondta a tanítványainak, hogy várjatok rám, egy bizonyos helyen, egy bizonyos időben visszajövök. És a világban tévegő tanítványok azóta is keresik, hogy hol van az a hely, és hogy mikor van az az időpont, amikor Krisztus visszatér. Ezért kérdezgetik zavarodottan egymástól, hogy szombat van-e, péntek van, de kedd van-e, csütörtöke. A nagy hét napjait mondják el egyébként a drámában, félve attól, hogy péntek van, mert akkor van a megfeszítés, és reménykedve abban, hogy nem péntek van, hanem esetleg szombat, vagy talán már másnap, amikor föltámad. Na most a húsvét, a keresztény ünnep egy pogány ünnepre épül rá, ami egy termékenység szertartás, vagy termékenység ünnep, és ezt locsolással szoktuk szimbolizálni, és most ezennel szimbolikusan szeretném egyrészt Csillát meglocsolni, az összes nő nevében, akik a Művelődési Központ részéről részt vettek a produkció szervezésében, majd pedig az összes rendezőhölgyet a zsűri nevében, akik átadják majd a kölni illatát a résztvevő lányoknak, a csoportban szereplő lányoknak. Tehát Isten éltessen benneteket, én kiskertészlegény vagyok, locsolgózni járogatok, kinek öntök a fejére, váljon egészségére. Hey!
Persze, hogy összebarátkoztunk. Most